Tiszteltel köszöntöm a Frankó tévénézőt. Másodszor a Komárom Kassá vendég szerepel a második liga negyedik fordulójában, és egyelőre közelebb állt a győzelemhez, illetve a vezetéshez, mint a Kassa. Volt három jó lehetőség az első félidőben a lilák részéről. A meccs hajrájával elég sok turvaságot láttunk a kassaiak részéről. Ez nem volt szép. Na nézzük egy támadást. Bizonyot kellett takarítania Surnovskinak. Egyébként cserélt Anton Schultz. Bejött az afrikai légiós, ez szenegáli Sanya 80-assal. Támadósort erősíteni. Ez nem jó. De még igen, mégiscsak bent maradt. Bajémi nem tudja megszelídíteni. Jonyec. Krivák. Inkább haza. Majdán. Kirának. A Komáromiak nem cseréltek. A Komáromiaknak a kapuban egyesel Bréda, 8-as, Mehő, 19-es, Szőcs, 5-ös, Piriak, 97-es, Sornowski, 21-es, Csepanowski, 66-os, Varga, 3-as, Simko, 73-as, Gambajár, 17-es, Bajemi és 99-essel, Horvát. Pacsinda tovább gyötörte Bajemi mellett, Sanya, Sornowski és Bréda jön. A Kassajaknál 22-essel, Kira, jobbról a védelem 2-es Majdán, 20-as Krivák, 23-as Jonyec, 14-es Pavúk. Na a középpásor 8-as Galovics, 13-as Jakubek, 9-es Pacsinda és 27-es Líner, 15-ös Szovics és a csatársorban 25-össel előre tolt ékként még Voleszki. És a fél időben ugye lejött Jakubek és helyette jött 80-assal a 20 éves szenegáli Sanya. Kira. Némi lökés volt. Igen, észre is vett a bíró. Smehil taszított egyet. Galovicson jöhetnek a kassai szabadrúgással. Egyébként Kira, Pacsinda és Krivák is, bocsánat, Krivák, Pacsinda és Jakubek is besárgult. Az első fél időben, mondom, volt ott egy pár könyöklés, az először Szőcs, aztán Spiriak, majd Gambajár volt a szenvedő fél, mint három esetben sárgát osztott ki a bíró. Egyébként a kassaiak kispadjának is felmutatott sárga lapot, egyelőre nem tudjuk, hogy a jegyzőkönyvben kinek a neve került fel, de ott volt némi csetepaté a meccs hajrájában, Bréda. Egy kassai a földön, de nem bántotta őt. Szőcs. Szovics. Pacsinda. A beadását blokkolják, de még mindig a kassaiaknál. Voleszki előtt elő kellett takarítani a Spiriaknak. Krivák, Jonyec. Sanya először labdához a légiós. Eddig szép, és Voleszki elől, mintaszerű szerelés Mehiltől, Stepanovski az első félben nem nagyon láttuk a rutinos középpályás produkcióját, most viszont kap egyet. A bokájára. Hiába méltatlankodik ott a Líner. Itt visszarántja, és itt pedig rálép a bokájára, hát ez is sárga. Kedves Líner, ezt most megúszta. A balhalf. Smehil.
és cserélt Radványi is, hiszen Horváth helyett jött Tóth Gábor 9-essel. Ez a múlt meccsen is már így volt, hiszen ugye Horváth olyan értelemben muszáj, hogy kezdő legyen, mert kell egy 20 éven aluli játékost nevezni. A kezdő 11-be, és hát a Szetei vagy Horváth az, és hát ezt muszáj meglépni a Radványinak, és általában egy fél időt ad a fiataloknak. Most is jött Tóth Gábor Horváth helyett. Úgyhogy egy-egy csere a csapatoknál. Nyonyec, Karivák, Galovics, Majdán, és egyébként megváltozott a kassaiak szerkezete, mivel hogy Pacsinda már nem a jobb half szerepkörét tölti be, hanem Szanyával együtt csatár a második félidőben. Anton Soltész teljesen átalakította szinte a csapatát, hiszen bejött Szanya, lehozott egy védekező középpályást, most éppen Szanya kapott egyet Spiriaktól, ő meg kap egy sárgát jogosan a játékvezetőtől, szóval Soltész mindent megtesz azért, hogy ugye változtasson a kassaiak harmadgyenge játékán, hát némi fáziskéséssel esett össze Szanya, de minden esetre azért bántották. Szóval Pacsinda, aki itt most a labda mögött áll, Szanya mögött játszik, amelyen árnyékéket, és három védővel játszik, és három támadóval gyakorlatilag a kassa második félidőben, úgyhogy ez sok 10-19-re lapot húz. Na nézzük Pacsindát. 8. perc a második félidőben, nagyszerű, és mit hagyott ki? Hát ezt nem is értem. Szovics, na nézzük. Itt Pacsinda átívele túloldalot, elcsúszik egy védő. És telibe találja a földön fekvő Komáromit. Még ez a szerencse. Akár le is vehette volna. Marad a 0-0. Kassai lehetőséggel kezdődik, tehát a második félidő 8 perccel telt. Tóth elől Jonyec vágja ki bedobásra. Krivák őrzi Tóthot. Surnowski. Tóth. Jól tette tovább, de milyen jó. Stjepanovski fordul le, már gólhelyzet. Stjepanovski! Hát foghatja a fejét, a lábában volt a vezető Komáromi találat, és ott is maradt. Egy bedobás, Tóth mellel tovább, itt jó a biciklicsel is, és ketten hiába vetődnek, úgy is ellövi. Stjepanovski a rövid felső sarkot célozta meg, vagy 40 centit tévedett. Szép villanás, épp bíráltam Stjepanovskit, hogy az első fél időben akárcsak Pacsinda nagyon halvány volt. A legrutinosabb Komáromi Szőcs mellett. Most villant egyet Stjepanovski, és az majdnem meghozta a gólt. Ügyes kiugratás, aztán a vége nagyon botrányosan gyenge. Líner. Szép labdát kapott Szovicstól. Breda. A Komárom egyébként a kassával ellentétben nem változtatott a játék szerkezetén, nem is volt erre indok. Itt viszont egy nagy helyzet nincs les. Így már nem. Bajemi, még mindig Bajemi a túloldalon, hiába várta Stjepanovski, Jonyec kivágta, de még mindig jöttek a Komáromiak. Ügyesen ki oldalra Simko, és Kira bravúrral Bajemi elől, még mindig Komáromi lehetőség, Gambajár. Ez már nem jó. Tótot nem találta meg a mongol.
különben is le sem találta volna meg. Ha megtalálja, hát pesgő percek. A második félidő elején egy Komáromi helyzet, most előtte egy kassai lehetőség, és ez az, amikor Mátót lesem van. Igen, lesről jött vissza valóban. Marad a 0-0, akár 2-2 is lehetne már, vagy 2-3. Spiriak eltünteti Szanyát, test a test ellen az afrikai most lepattant róla. Varga, Simko, Varga, ügyesen át a túloldalra, Stjepanovski, Surnovski, Gambajár mellette, egyelőre Surnovski még cipeli, ezzel le is lassul a támadás, ráadásul Bajemi belefordul Jonyecbe. Karivák, Bajemiről megy ki, ha kimegy, de nem ment ki, sőt Simko lép be, és jókor. Surnovski, Bajemi, Gambajár, ügyes átagatás, Gambajár, Stjepanovski, Zitzer, és kirát teszi nagyjá, deles volt. Kitűnő Komáromi támadás, Surnovski, Gambajár, Stjepanovski, ezek szerint már lesen kapta. Nagyon egyedül volt ott a védők között, úgyhogy valószínű les volt. Az szép, ahogy felfejlődött a Komáromi támadás, lábról lábra, ügyes a dogatás. Marad a 0-0. Pacsinda, Szanya, már nem érte el? Les volt, igen. Elérte, de lesen kapta Pacsindától, Szanya, jöhet a Komárom. 58. perc. Továbbra se láttunk gólt Kassán, de azért már egy-két szép jelenet. Megkomponált akció mindkét oldalon, úgyhogy már csak a gólok hiányoznak. Ha lesznek, akkor remélhetőleg a komáromiak egyel többet lőnek, vagy legalább ugyanannyit, mint a kassaiak, mert az egy pontot megérdemli a Komárom. Az eddig látott alapján. Pacsinda kapott a bokájára, és ez is sárga. Simko nem érti. Pacsinda itt. Há, igen, igen. A labdát kiszúrta, aztán ott hagyta a lábát. Hát, ez minden volt, csak sárga, nem. Tiszta labdaszerelés. Pacsinda rúgott Simkoba. Úgyhogy ilyen értelemben ez teljesen téves ítélet. Tisztán elrúgta a labdát. Még csak azt sem láttam, hogy ott hagyta volna Simko a lábát, egyszerűen Pacsinda rúgott a lábába. Simkonak aztán nagyot esett. Ezt most eljátszott a Pacsinda. A jobban nem fogja rálőni, és a beadás, a valahogy tisztáztak Szőcsék, nyíltá vált a játék, és olyan értelemben Soltis megérdemli a dicséretet, hogy a támadó focit forszírozza, és kezdett valamit a csapatával, átalakította offenzív szerkezették, Pacsindát előre küldte, Szanyát behozta, Léner fordul le nagyszerűen, Smehéről, Léner már a 16-oson belül, Léner, ez a csel is jó, Léner! Kitűnő akció, egyéni alakítás, a ballábastól jobban fejezte be. Breda azért van annyira rutinos kapus, hogy ezt megfogja, minden esetre gyönyörű, váratlan, mert ugye ballábas Léner is jobban átküldte. Igen, szép alakítás. Spiriakkal szemben Breda. Bravúr, marad a gól nélküli állás, kassai helyzet a 60. percben, és most lehet egy Komárom is, Stjepanovski, Jonyec, Szovic, Liner, az előbbi helyzet után már most előkészítő, Szanya, Liner kapja vissza, Szanya, kisodródik, ez már nem jó,
Még Léner megharcol érte, és Csepanovszky lép be, és Csenél nevető harmadikként, aztán eladja. Schmeichel már nem érhette el, marad a labda kassaiaknál. Jól megtermett legény a szenegáli Sanya. Jó húzás volt behozni, veszélyes. Veszélyesebb, mint Voleszky. Maliner. Savic. Ez is jó, és nem tudja átvenni Sanya. Ez a veszterem, és Sanyám Liner volt, a Sanya már várta középen. Ezt most Liner elpepecselte, ha átveszi, begyalogolhatott volna a 16-osba. Marad a 0-0. Tizenhatodik perc a második félidőben. Breda. Gambajár lefejelte őt, Majdán. Surnovszky. Egyelőre nem talált társat. Most Tóth felé, ügyesen tartotta meg Tóth Gabi, Bajémi, Simko, Varga, és itt valakit szabálytalannak látott. Nem játékvezetői labda, hiszen a bírót talált el az egyik kassai. De mivel a kassaiak lábán volt a labda, ezzel a bíró visszaadja. Ez így érthető. Mionyec. Krivák. Mionyec. Most támadja Gambajár Krivákot, és nehéz helyzetbe is hozza egy pillanatra. Jobbnak látta, elkéri Jonyec. Pavuk. Liner felé. Jó is az indítás. Schmeichel. Szczepanovszky. Tóth. Na most kidobhat a kassa. Az asszisztense leszte, Liner. Jakubek. Sarokkal tovább, nem jó, Pavuknak. Liner. Jobbal egy beadás, és egy fejes. Gyönge a bólintás, ez a szerencse, Breda könnyedén hárít. Itt jön Liner beadása. És Pacsinda fejelt valahogy kapura, de veszélyt nem jelentett. A Varga, ez jó, ez a keresztlabda. Picit hosszú volt, Gambajár nem tudta megszelíríteni. Kira. Savic. Egyébként nincs klasszikus irányítója. Savicnak kéne a tízest játszani, hanem igazán tipikus tízes játékos, mint az apukája volt, meg a nagybátyja. A nyitrai Savic testvérek, akik aztán kassán is vitézkedtek a nagy kassai csapatban, amely ugye egészen a Bajnokok Ligája csoportköréig menetelt, és a Juventus, a Manchester United és a Feyenoord voltak a csoport ellenfelei 97-98-as, 1997-98-as idényben, nagy rezes csapat. Breda nem talált társat most a kirúgással, sárgát viszont kapott időhúzásért, akkurátus egy játékvezető, és újabb csere lesz a vendégeknél. Szczepanovszky jön le, a Radványi is érzi, hogy nem igazán ment a játék, bár kétszer gólhelyzetet teremtett magának, és be is fejezte Szczepanovszky az akciókat, most meg befejezte a meccset. És helyette jön Steven Adailo, a nigériai légiós. És a kassaiaknál is csere lesz, azonnal reagál rá Sotis.
Jól elment, hogy 2 perc ezzel a cserével, Breda végre kirúghatja. Tóth nem tudja megszelídíteni, mivel mellette őrködött, még Jonyec és kifejelte. Komáromi bedobás, Surnovski. Tóth ügyesen pörget Bajemi felé, Bajemi, és éppen kiszúrja előle még Krivák. Valahogy még el tudta pöckölni ottan Gambajár elől. A Kira kapus, ez viszont veszélyes, hát megy, majdnem befejeli. Te jó ég, Surnovski. Még egy szerencsé, hogy jött Breda, és lábon találta kivetődő kapustársát, Surnovski. Itt Pacsindaival előre, illetve Pacsinda elől, Jonyecivel előle, és Pacsinda elől próbálta elfejelni Surnovski, ez sikerült is, majdnem befejelte a saját kapujába. Ha az átmegy Brédán, akkor gól, öngól, szerencsére nem ment át. Liner jön le egyébként, és Boris Gál 11-essel. Kíváncsi vagyok, jelent ez újabb szerkezetváltást a hazaiaknál, vagy posztra poszt. 68. perc, Kassa, Komárom, 0-0. Kira. Jonyec. Krivák. És majd nem elcsípi Bajemi. Hasonló volt a szituáció, mint az előbb. Ha ezt sikerül a Kameruninak megkaparintani, akkor kapussal szemben találja magát Adailo. Adailo. És 11-es. Hát most állt be szegény Adailo. Hát köze nem volt ez a kezezéshez. Az tény, hogy a... Na nézzük. Itt a lövés. Hát igen, ez sajnos 11-es. Nem volt szándékos, itt jön Boris Gál, akit becseréltek, de bizony a szabály úgy szól, hogyha a kezével ugye a teste felületét megnagyobbítja, és útjába áll a lövésnek, a labdának, akkor ez kéz. Itt Adailo hevesen mutatja, hogy vál, még ezt lehetne vitatni, hogy vál vagy kéz. Hát Adailo szegény balszerencsés, 1 perce állt be, és róla van a 11-es. Pacsinda jöhet, ki más. Na nézzük, Erik Pacsinda. Szigorú az ítélet, de meg lehetett adni. Az a kérdés, hogy vállalt-e vagy kéz. A szél előrébb fújja a labdát. Pacsinda nagy gonddal megállítja. Na nézzük, tud-e csodát tenni Breda. A 69. perc, Pacsinda 11-es, egy kis tánc, és Breda tud csodát tenni! Tud csodát tenni, bravo Breda! Hát a magabiztos Pacsinda lába most megremegett. Fölösleges volt a 11-es előtt a tánc, Breda balkézzel, tenyérrel kiszedi a bal alsó sarokból, hát ritkán hibázott el 11-es Pacsinda, itt van ez a kis tánc, megtorpanás, és Breda ezt kiszúrta most. Nem volt igazán jó ez a megtorpanás, ez most nem csapta be Brédát. Nézzük, a mozgás folyamatos, nem megy sarokra, Breda a hős egyelőre. Szigorú és balszerencsés, a 11-es valahol a sors igazságot szolgáltat, úgy érzem, mert nem volt tuti 11-es, nem volt betonbiztos büntető. Adailo nagyon hevesen mutatta, hogy vál volt. Mert ha vál volt, akkor nem kellett volna büntetőt ítélni, var nincs. Úgyhogy itt sajnos az asszisztensre hagyatkozhat, csak egy pillanatra megállt Sanyade hiába, mert aztán tovább nyargat Lesről.
Szanya. Itt mála sem van, igen. Túloldalon már robogott volna Pacsinda. Marad a 0-0. És Gamba jár lövésem egy jócskán mellé. Hát egy kihagyott büntető Pacsinda nevéhez fűződik. A ritkán hagyott ki karrierje során 11-es Pacsinda. Ma legutóbb Somorján, tavaly a bajnokságban. A Dac fiók csapata akkor nyert a Kassa ellen. Egy újabb sárga lap, a komáromiak szenvedő félként megint Varga a földön. Ez már az 5. sárga a meccsen. Itt jön, igen, ez csúnya. Gallovics besárgul. Na nézzük, ez már rögzített szituáció, úgyhogy ebben jók a komáromiak. Nézzük, mit teszelnek ki. 72. perc, Pacsinda kimaradt büntetője után. Lesz-e suszpoén komáromi részről. Ez most egy rosszul végrehajtott standard szituáció volt, Gambaja nem érte utol. Marad a 0-0. Kira. Itt is kapott egy komáromi. A Dailo. Boris Gállal szemben szerzett labdát. Bajémi felé, Bajémi nyargalhat. És ügyesen kikíséri Jonyec, rutinos megoldás, jöhet Kira megint a kirúgással. Legurítja Jonyecnek. Majdán. Galovics. Gál. Robog a bal oldalon, a Dailo vele szemben. Kassai dobás. Pacsinda. Nem tud lefordulni. Szovics aztán visszarántja Vargát. Spiriak senki földjére emeli ki. Egyelőre sok az izgalom most. Rengeteg az eladott labda. Nem igazán alakul ki folyamatos játék egyik oldalról sem. Na, íme ez is. Egy egyszerű visszapassz, és eladja a Kassai. Gambaja dobhat. Hagyja Surnovskinak, nem sietős Pacsinda. Dobja oda a komáromi Balbeknek. Mégsem sieti el Surno. Tóth felé a bedobás. Tóth csúsztat, csak Kiráig. Beszélytelen volt. Jonyec, Kira, vissza Jonyecnek. Ez a pörgetés szép, Boris Gál azonban nem fér a labdához. Gamba jár. Hát egyelőre a második fél idő elején volt Stjepanovszkinak két lehetősége, most viszont 10-15 perccel komáromiak nem tudnak épp kézlábtámadást vezetni. A jobbára a Kassaiak akarata érvényesül. Persze jó, hogy Bréda bemutatott egy bravúrt, mert akkor aztán igyekeznének most a komáromiak 120%-kal, de egyelőre 80%-ot hozzák, és az elég az X-hez. A Dailo kikíséri Gálnak, esélye nem volt, rossz átadás. Jöhet Kira, negyed óra, Kira, Bréda, negyed óra van hátra a meccsből. A 0-0 ellenére azért nem mondhatni eseménytelennek. Az eddig eltelt 75 percet,
voltak gólszerzési lehetőségek mindkét kapu előtt bőven. A kimaradt 11-esről nem is beszélve. Tóth, remek keresztlabda volt. Sikka zárkózott föl egyébként. Tóth Gabi nagyszerűen látta, hogy megjátszható a felfutó védekező középpályás. Itt most viszont Tóth Gabi kapott egyet. Térde alatt. Hát ez kemény belépő, de nem volt igazán szándékos. Gladys, akit az előbb cseréltek be, a fiatal 19 éves játékos lépett be Tóth Gabinak, de nem volt szándékos, és nem is volt szabálytalan. Ő vissza is adja a labdát Gambajár sportszerűen. Egészen király kerül vissza. Jonyec. Most ront ki rá. Smehil. Aztán sprintel vissza, mint az őrült. Ez jó Szanya felé. Jön Spiriak. És kivágja. 2300 néző. Kassán. 2324, egész pontosan. Ez jó. Meddig Kassán 1500 néző szokott járni a tavalyi bajnokságban. De hát ez az új stadion, ez a gyönyörű létesítmény azért vonza az embereket. Pacsinda jön a szögletet elvégezni. Hosszú oldalon Szanyát keresni. Szőcsék egyelőre megúszák, de még mindig Kassai lábon. Ez pedig felejthető, Gambajár vetődött be. Jonyec durrantott, vagy 5 méterrel fölé. Bréda jött. És újabb csere, most jön Mészáros Bandi. A 77. percben Gambolt Gambajár helyett. És Novota Jani osztogat valami taktikai utasítást Varga Petinek. Valószínűleg átalakítják némileg a szerkezetet. Most jön a mongol csatár le, középpályás. Gambi Gambajár és jön Mészáros Bandi. Egy gólt már szerzett Bandi. Csereként az Eperjes ellen. Gambajár is egy gólos. Komáromi bedobás. Na nézzük a Jolly Joker Bandit. Meg tudja lepni a kassai védelmet. A hosszú bedobás Urnovszkijtól. Mészáros nem fér a labdához. Szabálytalanságot látott ott az asszisztens. Kira végezheti a szabadrúgást. Gladys csúsztatta volna meg Szanyának, Varga gyűjti be. Ügyes labda Vajeminak, nagyszerű indítás, és most jön, igen, ez durrantás, bravo Bandi. Ebben benne volt a gól, ha jobban találja el, Varga indítja Vajemit,